Így szól a zsoltáros, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Jövel, Uram Jézus. Amen. Áldást, békességet kívánok! Isten hozta a kedves testvéreket advent harmadik vasárnapján ünnepünkön. Kezdjük meg tiszteletünket, és 42. zsoltárt énekeljük első és hetedik verseivel, a vágyakozás zsoltárát, vágyakozás találkozni újra, megint az élő Istennel. Helyünket foglaljuk el, testvérek! Közismert, nagyon szép finn népi ének, a 464. ének valamennyi versével imádkozzuk, énekeljük együtt.
hangzott sokszor, hangozzék ma is és mindig is az apostol örökérvényű köszöntése. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ma is és mindig is. Amen. Két találkozás karácsony előtörténetében. Az igét hallgassuk, olvassuk együtt Lukács szerinti evangélium első részéből, 26. verstől, két perikópán át. Lukács 1, 26, 45. Helyünket foglaljuk el. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá mondanéki: örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanéki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. És nagy lészen és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen Dávidnak az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Monda pedig Mária az angyalnak: mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki: a Szentlélek szállt erre át, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért, ami születik is szentnek hivatik, Isten fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat ővénségében, és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária: imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint. És elméne ő tőle az angyal. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába. És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repes az ő méhében, és betelék Erzsébet a Szentlélekkel. És fennszóval kiállta, mondván: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak atya jön én hozzám? Mert íme, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönetet mondunk neked az idei esztendő áldásaiért, amelyeket saját életünkben, családunkban, gyülekezetünkben tapasztalhattunk meg. Hálát adunk azért is, hogy megtartottál minket a nehézségekben, bátorítottál minket fájdalmaink közepette is. Kérlek, segíts nekünk most elcsöndesedni, és a rohanás és a külsőségek helyett a te eljöveteledre készülni. Add, hogy megtisztult lélekkel tudjuk várni a te születésed napját, és meg tudjuk élni e csodálatos ünnep minden mélységét. Ajándékokat vásárolunk, de te add meg nékünk, hogy lelkünkben készen álljunk a te ajándékaidat elfogadni. Köszönjük neked a karácsonyi készülődés során kapott, hallott és megértett igéket, és az, hogy te szüntelenül velünk vagy. Kérünk, maradj velünk az ünnepen, te légy a középpontban. Amen. Amen.
Szép magyar kuruckori ének, a 226. számú dicséret, van egy ilyen verszak, ahogy várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, ígére készülve énekeljük el a teljes éneket. Két mondat, két mennyei szó az imént hallott igéből, Lukács evangéliuma első rész, 37. vers, Gábriel mondja Máriának, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mondja Erzsébet, szintén Máriának, 46. versben, boldog az, aki hitt, mert beteljesedtek azok, amiket az Úr mondott néki, boldog az, aki hitt. Helyünket foglaljuk el. Fiatalok körében többször felmerült a kérdés, miköze van a nyelvtani igének a bibliai igéhez? A nyelvtan még csak-csak értjük, mondták az illetők, leszke felmondás, cselekvést, történést, létezést jelentő szó, de hogyan ide a bibliai ige? Egyszerű a válasz, ugyanígy. A bibliai ige cselekvővé tesz. Ha valaki meghallja és komolyan veszi, az minden lesz, csak nem passzív, az beindul.
igényben Názareti Mária erre adott példát. Hallja az igét, nem is akármilyet. Még komolyan is veszi nagyon, és beindul, mondja az ige, nagy sietséggel elindult judai hegyekbe, keresztelő János apjának, Zakariásnak parókiájára. Nem akárhogy, hanem nagy sietséggel beindult. Élete mozgásba jött az ige által egyértelműen. Még ott seng szívében Gábriel hangja, Istennél semmi sem lehetetlen, s ezt ő még el is hiszi, ezt ő még komolyan is veszi. Olyan szép ige. A hitnek egy csendes példája, és ha belegondolok, valaki ezt leírná ilyen formán ma egy novellában, gicsnek tartanák sokan. Túl szép, túl idilli, túl egyszerű. Ha elkezdenek kételkedni, az igen. Sokáig hosszan tépelődni, éjszaka nem aludni, utána olvasni, utána érdeklődni, beszélgetni, sírni, örülni, nevetni, akkor igen. Elfogadja egy szóra azonnal. Ez így túl szép, mondaná talán az irodalom, ez így túlságosan naív. Hát a boldog naív Mária, mert hitt az Úrban, s amit hitt, valóságá lett, beteljesedett. Istennél semmi sem lehetetlen. Szép, de veszélyes mondat. Ezt lehet félreérteni nagyon könnyen. Mondaná valaki csalódottan, sokan vagyunk ilyenek, vagy vannak ilyenek? Úgy kértem az Urat, úgy kértem. Nem javadalmakért kértem. Nem több pénzért, semmiért, csak egy gyógyulásért nem adta meg. Nem akárkiért, a gyermekemért nem adta meg. A fiatal testvéremért, és nem adta meg. Gyenge az Isten? Kemény szívű, elfordult? Nem hallja az emberi szót, messze van, távol van? Neki minden lehetséges? Hát nem úgy érzem, nálam ugyan nem. Félreértés. Nem nálam lehetséges minden Istennek, hanem nála. Nem én nálam. Nála igen. Amit akar, hogy megvalósuljon, van ereje ott is, ahol már teljes mértékben nemet mondott minden, igenné, tisztítani, nemesíteni a kérdést. Hegyi beszéd véget ért, s egy fertőző leprás beteg odaborul Jézus elé, s mond egy mondatot, egy elképesztő mondatot. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Miről beszél ez? Álmodozó? Miről beszél? Jól tudja, hogy leprából abban az időben nincs gyógyulás, semmi gyógyulás nincsen. Aki leprás, annak annyi, mai zsargonnal, szlengel szólva, annak vége. Nincs gyógyszer, nincs kezelés, nincs terápia, semmi nincs. Ő is jól tudja, mégis ilyet mond. Álmodozó, annyira élni akar, mi is ez? Úgy gondolom, egy teljes, igaz hitvallás. Uram, emberileg semmi remény nincs, az égvilágon semmi remény nincs, de nálad semmi sem lehetetlen. Neked van hatalmat a reménytelenség konok kínos falát áttörni könnyedén, és adni ott is gyógyulást, amár a szakma kezét széttárja, nem tud mit csinálni. Uram, nálad semmi sem lehetetlen, nem nálam, imádságomért, jó viselkedésemért, nem? Uram, nálad semmi sem lehetetlen. Ha akarod, megtisztíthatsz, mekkora mondat. Nem követelődzik, bár megtehetni emberi értelemben, meg is értenénk talán. Fiatal vagyok még. Gyermekeim vannak, család. Fel kéne őket nevelni. Uram, adj még egy pár évet, tedd meg, kérlek, könyörgöm, segíts, hallgass meg. Nem. Egy mondat, és benne van minden. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Emberi súlyos állapotok, súlyos mélypontok. Megoldást nem lát az átlagember. De sok ilyen van.
megoldás sehol égen és földön. Teljes csapda, teljes emberi mélység, vége, tehetetlen vagyok, nem tudok mit tenni. Egy csendes gábrieli szó, Istennél semmi sem lehetetlen. Ember, ha komolyan veszed, ez ad életet. Ha komolyan veszed, ez maga a gyógyulás. Ez maga a gyógyulás. Nála semmi sem lehetetlen. Csendes imádság. Uram, ha akarod, te ígérted, te mondtad angyalod által, semmi nem lehetetlen. Ezt a semmit most tedd életemben valamivé. Kérlek, könyörgök. Életemben, egészségemben, családomban, bárhogy, bármilyen formában, munkámban, munkanélküliségemben, Uram, könyörülj rajtam. A lehetetlent tedd lehetségessé, kérlek. És beindul Mária, nagy sietséggel elmegy Zakariásék parókiájára, lelkészlakásba. Belép, köszönti Erzsébetet, látja Erzsébet állapotát, testi állapotát, 6. hónapban levő megáldott asszony, már idősen, biológia nemet mond, és egyszerűen kirobban szívéből a hála. Magnificat et anima mea, magasztalja lelkem az Urat. Igen, olyan egyszerű. Egyszer egy talán. Mondja Gábriel Máriának, a Mesiás anyja te leszel. Tehát hogy? Jön a biológiai jogos kételkedés, én férfit még nem ismerek. Hát milyen úton, módon, hogy? És kap egy választ, és nem legyint rá egy nagyot. A Szentlélek szállt ereját, és úgy leszel áldott állapotban. Lehetnének az hosszan legyinteni, vitatkozni, ez semmi, ez nem konkrétum, kedves Gábriel, vagy valami konkrétabbat, valósabbat, jobban biztassál, nem. Neki ennyi elég volt, irillem érte, megmondom őszintén. Irillem Názareti Máriát, hogy így el tudta fogadni, de jó neki. Nem okoskodik, nem bölcselkedik. Ha az Úr mondja, akkor azt elfogadom. Ha lehetetlennek tűnik is, de ő mondja és ő ígéri, nincs bennem kételj, és elfogadom, de jó Máriának. Áldott asszony, kismennyasszony inkább csak is kamaszlány kora szerint, mennyi bölcsesség van benne. Nem okoskodik, nem kételkedik, nem vitatkozik, nem kíván érveket, argumentumokat, egyszerűen, csendesen elfogadja, kapitulál jó értelemben, leteszi a fegyvert, ímé az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te szavaid szerint. S ott a parókián, Zakariás házában, a lelkészlakásban történik valami. Keresztelő János, 6 hónapos kis magzat anyja szíve alatt, megismerte és felismerte a pici kis embrióban a megváltóra szabadítót. A kis gyerek mese született, és felismeri Jézust. De szép történet. Még ő is, vagy már ő is, felismeri Jézust, és boldog, hogy felismerte őt életében. És boldog, és nagyon boldog, repes anyja méhében, és jelzi, hogy íme itt valami egészen más dolog történt. Felismerni Jézust életemben. Az Urat felismerni és meglátni. Ismert történet az Ószövetség világából, Bálám próféta története. Hogy a Szamarával, a népiesség ennyi is tudta, hogy Bálám Szamara és semmi több. Ennyi a történet népies értelemben, ez maradt meg. Ám, mint Bálám Szamara. Ott állt Bálám Szamara, de miért állt? Mert az oktalan Szamár felismerte az Úrnak angyalát. A próféta nem. Az ige hirdető nem ismerte fel. Akinek ez lenne a dolga, feladata, tennivalója, az nem ismeri. Az oktalan, talán buta kis szamár fölismeri. Életemben fölismerni Jézust. Nem könnyű, de lehetőség. Lehetőség. El lehet kérni,
és meg lehet kapni. A világ nem arról beszél, már nem nagyon arról beszél. A világ sok minden mást üvölt a fülünkben, reklámoz, annyi mindent közöl hírként, annyi indulat, annyi félelmetes ellenszem, gyűlölködés Magyarországon is, mondjuk ki, politikában is, mindenütt, eszeveszett gyűlölködések, dühött szavak. Felismerni őt, jaj, de nehéz. Vagy nem is olyan nehéz egy ilyen közegben meglátni őt? Annál inkább, mert nincs békesség. A békesség annál inkább igényé válik az átlagember életében. Felismerni és meglátni Jézus Krisztust. Aki már ezen átesett, jaj, de jó neki. Ha talán többször is, még jobb neki. Kemény szót mondok, ha nap mint nap ezt megtapasztalja, Luther Mártonnal együtt boldog ember. Nap mint nap. Igen, itt van. Itt van rengeteg minden hír, rengeteg minden katasztrófa, sokkoló hatás, és tudom, hogy itt van Jézus is, egészen közel. Valahogy egészen közel. Nem látom, és még közelebb van, mintha látnám őt. Sokkal közelebb van, hogy nem látom testi szemmel. Sokkal közelebb van. Felismerni őt. Mekkora nyugtatás. Mekkora megoldás sok esetben. Sok esetben. Nemrég mondta el valaki, ha neki ezt elmesélik történetként 5 évvel korábban, 10 évvel korábban, egy jót kacag és legyint rá, és kineveti. Annyi történt, hogy a pszichiátriára került, de kőkeménye. Nem akármilyen betegséggel, nyomorúsággal. Azon kapta magát, hogy így mondta, megbolondultam. Mondják a bolondok házába, félelmetes. Ott ismerte meg, tapasztalta meg, mi az, hogy Jézus jelenlét. Egészen váratlanul, nagyon nem várt formában, alkalommal, és felismerte, és megismerte. Nem akarta elhinni, de a gyógyszer nagy része már nem kell neki, nem kell, felesleges. Csak méreg lenne a testében, semmi több. Mert ott is felismerhette. Ő mondta, ő tudja. Hogy élte át, mint élte át, ez az ő személyes átélése. Boldog ember. Mint a kis Mária is, boldog Mária. Boldog Mária, átéli mindezt. És Erzsébet asszony, nagy tiszteletű asszony, mond egy mondatot Máriának. Boldog, aki hitt, mert beteljesedtek annak életébe mindazok, amiket az Úristen neki mondott. Boldog vagy, Mária, boldog vagy. Mert hittél neki, ez életedben be fog teljesedni mindaz, amit hittél, mind be fog teljesedni. Nem talán, esetleg, majd meglátjuk, hiszem, ha látom, hanem be fog teljesedni egyértelműen. Mária nem gondolkodik. Gyermeket fogan, ezt látja majd Názaret is, ismer mindenki mindenkit, pletykás emberek, még nem is menyasszony, talán még Józsefnek, csak menyasszony jelöltje, mekkora blamás. Gyereket vár, József látja mindezt, hát mi lesz itt? Világ botránya. Mekkora botrány. A Blicknek való egyik cikk lehetősége. Félelmetes. És nem gondolkodik vele. Nem foglalkozik vele. Nekem adott helyzetben több az Úr szava, mint sem rám váró botrányok. Nekem több. Pedig fog szenvedni ő is emiatt. Fog szenvedni, mert senki nem érti meg. József se is, senki. És gyanakszik mindenki, és kinevetik. Pedig az Úr mondta, ugyan Mária, ugyan már, ne gyerekeskedjél. Imádkozunk zsinagógában szombatonként, hasába a templomban, de az Úr mondta, ugyan már, komolyan nem vesszük. És nem foglalkozik vele, ímé az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te beszéded szerint, Uram Gábriel által. Boldog. Mitől is az?
hogy egész nap vihánszolt örömében, egész nap tapsikolt, nem attól boldog. Nem mosolygó reklámfigura, ki mindig mosolyog, kínálja portékáját mosolyogva, vegyem meg és vásároljam, nem érdekli az én lelki világom, bajaim, csak a pénzem, a pénztárcám, a PIN-kód meg a bankkártya. Nem ilyen mosolygó. Az a belső mosolygás, az a biztos tudat, hogy történjék bármi, amit az Úr ígért, azt megadja. Az valósággá lesz. Fogd szaván az Urat. Itt a Szentírás. Miket mondott? Fogd szaván Jézust. Mondott, egyenként átvehetnénk, igazzá lett, és igaz, nagyon is. De nagyon is. Egy még nem, hogy eljön másodszor is ebbe a világba, az még nem teljesedett be. De minden más. Fogjuk szaván, fogjuk szaván. Itt a Szentírás, vegyük kézbe. Mi Jézus minden szavát, a logiont. Valósággá lett? Igen, igen, nagyon. Nagyon azzá lett. Csak ami kell még egy kis plusz, ez a máriai bizalom, ez a igazi bizalom. Ember, ne hagyd el magad, hanem bízzál abban, hogy Urat téged nem csap be, nem csal meg. Egyszerűen, amit ígért, valósággá teszi. Ez a boldogság, ez a tudat. Boldogság időnként temetés alkalmával is, igen. Bármilyen paradoxon, nem a gyász a boldogság, nehogy valaki félreértse. Az a tudat, hogy tudom, az Úr itt van most is velem, egészen közel. Nagy a baj, akkor még közelebb van. A bűn megsokasult, a kegyelem még inkább megsokasul. Itt van, ez a boldogság. A fogoly Pál apostol levelet diktál vagy ír Rómából, a kis macedón városkába, kedves gyülekezetének, Filippibe. A levélnek van egy mondata, félelmetes mondat, gyönyörűség, jó szótagolni, elemezni, ízlelgetni. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel. Veszélyes mondat, már félre lehet érteni. Azt mondja, hogy ilyen a világon nincs. Örülni az Úrban ilyen nincs a világban, mert ez a világ, ez egy démoni világ sok esetben. Nem engedi az örömöt. Hozza a próbákat, bajokat, hogy ne tudjak örülni. Gondoskodik róla, hogy ne tudjak örülni. Nem azt jelenti, hogy tapsikolj az Úrban mindenkor, happyzzél. Azt jelenti, hogy azzal a tudattal élj, hogy történjék bármi, ő téged el nem hagy. Az Úr közel. Az Úr nem fog eltávolodni, az Úr közel. Ennek örülj. Ha kell megrendülten, fekete ruhában, síró szemmel, talán éppen gyászban is, nyomorúságban, kórházba készülve, műtétre készülve. Igen, az Úr közel. Boldogság, nem viháncolás, nem kacagás, móka és jókedv, hanem az a tudat, hogy velem van, hogy el nem hagy. Kis Mária, boldog vagy nagyon, mert te ezt hiszed és vallod. Ott volt 3 hónapig még Erzsébetnél, nehéz időkben, nehéz napokban, és segített neki. Emberi kis gondolat, ha valahol nem hallja az angyali szót Mária, nem megy el Erzsébethez segíteni. Így legalább meglátogatta, elment hozzá, és segített neki. 6. hónap, meg 3 az 9, segített neki. Ott volt mellette. Tárgyűjt imádkoztak. Együtt voltak boldogok, talán könnyek közt is. Együtt voltak boldogok. Letelt a 9. hónap is. Menj haza, Mária. Menj haza egy nehéz világba, de ne félj, az Úr előtted jár. Ha kell, beléd karul. Ha elestél, fölemel. Vár Názáret, rendkívül sok pletykás ember, akkor is szenzációhelyes ember, mint ma is. Ne félj, Mária, menj. Vállalt, ami történt, vállalt. Mert szíved alatt nem hordozol mást, mint sem a megváltó Urat, Jézus Krisztust. Mennyei szó, veszélyes szó,
de áldozik evangélium. Jó izlelgetni újra és újra. Istennél semmi sem lehetetlen. De csak húzzuk alá, Lukács egyből, Gábriel szava Máriához. Istennél semmi sem lehetetlen. És a másik mondat, boldog, aki hitt, de tényleg boldog, hosszú távon is tartalmasan boldog, mert életében beteljesedtek mindazok, miket az Úr ígért neki. Mai gyülekezet, drága testvérek, és lehetnénk minél többen itt is boldogok, ilyen értelemben boldogok, mélységben is, megszokott egykedvű hétköznapokban is, nagy örömökben is, boldog, az Úr el nem hagy. Amit ígért, vigasztalást, amit ígért, megoldásokat, amit ígért, erőt, ha éppen el kell menni betegség után, nem gyógyulás lesz, hanem haza kell mennem, el kell mennem testileg, erőt, hogy el tudjak menni. Ő el nem hagy. Ő el nem hagy. Adventi drága ige, kívánom minél többünk számára ennek a boldogságnak átélését, megélését, és ebből fakadó csendes, csendes hálaszót. De jó, Urunk, újra és újra szembesülni a Te igéd valóságával, hogy a Te országod nem e világból való. Nagyon nem. Köszönjük. Ide mégis eljöttél, Úr Jézus Krisztus, abban a menny tiszta valóságból, ide ebbe a megkergült, őrült világba. És jöttél hozni evangéliumot, igét, mely mozgásba hoz, igét, mely éltet, újra élni akar az ember, ki hallja mindezt, újra vannak céljai, gondolatai, igét, mely vigasztal, igét, mely támogat gyászban, betegségben, nyomorúságban. Uram, engedd komolyan venni, és segíts komolyan venni. Nem mindig okoskodni és vitatkozni, bölcsnek lenni és bölcselkedni. Máriai alázattal, Uram, engedd komolyan venni, és ember át tud élni annyi minden megnyugvást. Csendes kérés, neked van hatalmad ma is ott is megoldást adni, ahol nem is látszik semmi. Könyörgünk, Uram, adj megoldást. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az igére válaszképpen énekeljük, imádkozzuk a 168. számú dicséretünket.
Kérek mindenkit, hogy ne unja meg a megszokott hirdetést, de jó szívvel hirdetem most is az előttünk álló hét igei alkalmait. Holnap hétfő este 6 órakor tanástermünkben bibliaórát tartunk, utána 7:30 órai kezdettel felnőtt konfirmációs előkészítő beszélgetést. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel nőszövetség tart bibliaórát. Ez nem béli kirekesztés, senki számára ne legyen, aki férfiként is szívesen eljönne, eljöhet. Szerda este 6 órakor tartunk esti állítatot, pénteken 3 órakor elmarad a konfirmációs gyermekfoglalkozás, hiszen sok iskolában olyankor van karácsonyi ünnepély. Tehát nem lesz most pénteken 3 órakor gyermekkonfirmációs előkészítő. Ifjúl azonban lesz, úgy tudom, ifjúsági óra 5 órától, tanásteremben, több korosztály számára is. Vasárnaponként 10 órai kezdettel, az Isten tisztelettel egy időben 3 helyszínen tartunk gyermekfoglalkozást. Jó szívvel hívunk, várunk minden korosztályt megismerni a lehetetlen nem ismerő, szabadító Jézus Krisztust. A héten sajnos temetnünk is kellett. Héten levelet kaptunk Szabó István püspök úrtól, és Veres Sándor főgondnok úrtól. Köszönő levél, megköszönik a leégett Rátai Kollégium építésére adott adományunkat, köszönik, jó szívvel adtuk, adhattuk, nem kis összeget adhattuk, hála érte, köszönik is a sok adomány. Valóban arra a szent célra fordítatik, hogy az a kollégium, az a szárnya újra megépülhessen. Hirdettem, hogy holnap az egy hétre, 21-én hétfőn tartjuk 6 órakor tanástermünkben a lelki ajándékozást. Tehát nem holnap, héttel később, 21-én lelki ajándékozásunkat. Azt jelenti, hogy valaki hoz magával szívesen egy verset, vagy kettőt, novella részletet, regény részletet, filmet, filmbejátszást, zeneművet, egymást ezzel köszöntenénk és így ünnepelnénk egy nappal szenteste előtt karácsony szent ünnepét. Szenteste pedig a BKV-je leáll a forgalmával, 3 óraki kezdettel délután 3 órakor tartunk itt alkalmat, ünnepi alkalmat, tehát szentestén 3 órakor. Ünnep mindkét napján pedig megszokott 10 órai kezdettel tartunk. Urvacsodás, ünnepi isteni szeretet. Benne vagyunk az ünnepben, ezért hadd kívánjak most továbbra is így további áldott karácsonyi ünnepeket, hisz benne vagyunk. Szeretteinknek, közelben és távolban, valóban mindenkinek. Adventi szép záróénekünk már évek óta, 367. ének. Első 3 versét helyünkön maradva, a zárót majd fennállva énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok, további áldott vasárnapot mindenkinek, és valóban legyen így, hogy Isten velünk és viszontlátásra. Így legyen.